Áldás békesség testvérek, Isten égéjét Máté evangéliumából olvasom a 25. részből, a 31-től a 46 terjedő verseket. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek el ilyen minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől a juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzá akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönbe, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a balkeze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, nezítelem voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram! Mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony, mondom nektek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. A legtöbb ember egyáltalán nincsen tisztában vele, hogy nem csak a tetteinknek, hanem a mulasztásainknak is következményei vannak. A diák, ha nem tanul meg egy leckét, lehet, hogy megúszza a következő órán, de amikor a dolgozatírás ideje eljön, számon kérik rajta. Ha nem végzünk el egy munkát, előbb-utóbb utolér bennünket annak a hiánya, és rádöbbenünk bizony meg kellett volna tennünk. Jön egy ellenőrzés, jön egy dolgozat, és ott elmondják nekünk azt, amit nagyon nem szeretnénk hallani. Jézus Krisztus ebben a mai igében valami olyat mond, ami az igeolvasó és igehallgató embert is mélyen meg tudja döbbenteni. Az elmúlt évszázadokban folyamatosan azt prédikálták nekünk, hogy Isten kegyelme mindenre elég, itt viszont Jézus Krisztus maga mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába. Ha valóban hozzátartozunk, tetteinknek összhangban kell állni a szavainkkal. A megtért lélekből önkéntelenül is felfakad a jó cselekedet. Egyszerűen fáj neki, hogyha nem teszi, és amikor látja, akkor mások segítségére siet. Soha nem a kifogásokat keresi, hanem Szentlélek vezetésére bízza magát. Sajnos sokan vannak, akik állandóan hivatkoznak valamire, amikor jót tehetnének, és mindig találnak valamilyen kifogást, és elmondják, hogy az a másik, akivel megtehetnék, miért nem méltó. Krisztus arra kér, hogy az ő indulatával járjunk ezen a világon, és nem megmagyarázni akarjunk dolgokat hanem egyszerűen cselekedjük a jót. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te eljöttél ebbe a világba. Megkönyörültél rajtunk és éhező lelkünknek mennyei adtál. Kérünk segíts, hogy emberi ítélgetések helyett mindenki felé lehessünk irgalmat eszközei. Amen.